in the black lines. Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt az életem. Sokan, miután befutnak, könyvet írnak. Én úgy döntöttem, bemutatom részletesen az életem. Mindig emlékszik az ember, hogy honnan kezdte. Máig emlékszem arra, amikor felhívtam régi barátomat, Lovrencsics Gergőt. Hello James, hogy vagy haver? Végig találkoztunk. Cső, nem tudom hol játszak, senki nem akar leigazolni. Jöhetnél ide Lengyelországba, szívesen látnánk a csapatnál. Miért? Fel fognak venni bármilyen random focistát? Ne aggódj, beszéljek a vezetőséggel. Gergő meggyőzött. Úgyhogy irány Lengyelország. Beszálltam a kocsimba, elindultam. Kaptam egy üzenetet az edzőmtől. Kezdeni fogok egy barátságos mérkőzésem. Úgyhogy megérkeztem a kocsimmal a stadion előtt, és szép lassan besétáltam. Szóval, Lech Poznan és Painful. Ez volt az újságokban mindenhol Lengyelországban. Vajon képes lesz-e egy 19 éves csatár megfelelni az elvárásoknak? Úgyhogy mindenki ezen gondolkozott. Kaptam e-mailt az edzőtől, és hát elég magasak az elvárások. 10 gól, 5 gólpassz? Hát szerintem azért menni fog, de van mit dolgozni bőven. El kell találni mindig pontosan a kaput, és minimum 7,4-es besorolást kell szereznem. Úgyhogy, hát igen, nem én vagyok a legjobb a csapatban, Lovrencsics van valahol felül, de legalább meg kell küzdenem a helyemért a csapatban. Egyből pályára is küldtek, az első barátságos meccsen, méghozzá elől, csatárként. Úgyhogy nagyon jó volt így egyből megkapni a bizalmat az edzőtől, Lovrencsics csak a padon kezdett. Úgyhogy szép passzolgatós játékkal kezdtük, passzoltam Adlernek, aki visszapasszolt a Trákának, aki gyönyörűen emelte nekem, majd én lőttem egy óriási kapufát. Elképesztő érzés volt az elképesztően sok néző előtt játszani, valami hihetetlen volt. A második támadásban is részt vettem, Adler passzolta nekem, én egy lövőcsellel 16-oson belül elvittem egy védő mellett, majd bepasszoltam középet Drevnyáknak, aki lőtt, de sajnos blokkolva volt a labdája. Ugyanúgy Drevnyák passzolt nekem, és le sem voltam. Azt hittem, szabadon mehetek a kapus ellen, de le sem voltam. És nem is értem, visszanéztem utólag, és szerintem nem voltam lesen. Harcoltam a labdákért. Itt leszereltem a védőt, és Adler kapta meg a labdát, aki lőtt egy gyönyörű gólt. Mentem is vele ünnepelni. Észereltem le a védőt. Miattam szereztünk gólt. Első meccsünk. Valami hihetetlen érzés volt ünnepelni az elképesztő sok Lech Poznan fan előtt. Úgyhogy megvolt az első gól, amiben részt vettem. Aztán ők is támadtak sajnos, és Mulahi valami elképesztően eltörte itt a labdát, és nem is értem, hogy ez mi akart lenni. És itt mi kaptunk egy második sárgalapot, méghozzá Kaminski. Már másodjára lépett be elképesztő későn, és ezért kiállították. Úgyhogy egyből az első mérkőzésen már csak 10 emberünk volt. De bejött Lovrencsics, és valami elképesztő önbizalmat adott, hogy Lovrencsics a pályán volt. Úgyhogy próbáltam felvezetni a szélen, de ki tudtam harcolni egy szabadrugást. És Lovrencsics állt a labda mögé, beadta, kértem a labdát, fejeltem, és megszereztem az első gólomat a Lech Poznan játékosaként, és amúgy is az a futball karrierem első gólját megszereztem. Nem hivatalos, csak barátságos mérkőzésen, de akkor is valami hihetetlen érzés volt, ahogy felugrottam, ahogy elfejeltem a labdát, és ahogy láttam, ahogy landolt a kapuban. Úgyhogy 2-0-ra vezettünk, és még nem volt vége a meccsnek. Még mindig részt vettem a passzjátékokban, Lovrencsics vezette tovább a labdát, és Lovrencsics még mindig vezeti, majd megpróbálta bepasszolni nekem önzetlenül, de kivágták a védők. És megnyertük az első meccsünket 10 emberrel, az Adler és én gólommal. És mentünk ünnepelni a közönséggel, hihetetlenül örültem, és Lovrencsicssel látszik, hogy együtt játszottunk kiskorunkban, mert elképesztő volt az összhang. Úgyhogy ez volt az első mérkőzésem. 6,6-os meccsértékelés, de én egyszerűen éreztem.